A mai rohanó világban a szülőknek talán kevesebb idejük jut mesét olvasni a gyermeküknek. Ennek ellenére a szakemberek nem győzik hangsúlyozni az élő szó, az élő mese olvasás fontosságát. Miért ilyen fontos, jelentős ez? Azért, mert egy nagyon egyszerű eszköz arra, hogy boldog gyerekünk legyen, olyan gyerekünk, aki tud örülni a világnak, tud örülni az életnek, tud örülni saját magának, mert hogy a mese elsősorban a saját erőforrásaihoz, saját tiszta érzéseihez vezeti mindig a mese hallgatóit, és hogyha egy gyermek találkozik a mesével gyakran, tehát nem csak két hetente, vagy olykor-olykor egy ünnepnapon, akkor megtanul közlekedni azon az úton, amely elvezeti őt ehhez az örömhöz, ahol mindannyiunk energiaforrása egyébként buzog, nem csak a gyerekeké, úgyhogy ez a legnagyobb baj, azt hiszem, hogyha elmarad egy gyerek életéből a mese és a mesehallgatás öröme. Mikor, melyik korba érdemes elkezdeni a meseolvasást? Talán azt gondolnánk, hogy egy pár hónapos gyermek annyira nem sokat ért a meséből, annyira nem fontos, de mi a szakember véleménye erről? Az egy-két hónapos gyereknek még valóban nem mesékre van szüksége, hanem arra, hogy ringassák, ölbe vegyék, daloljanak neki, mondókát mondjanak, játszanak vele, megtanítsák arra, hogy melyik testrésze mire való, ugyanis mielőtt a gyerek készen áll arra, hogy a mesét értse, vagy megérkezzen a mesébe, először meg kell érkezni a saját testébe. Amikor már a saját testében megérkezik, és tudatában van annak, hogy milyen érzékszervei vannak, ezek az érzékszervek mire valók, akkor a fejlődésében bekövetkezik az az állapot, hogy a világra is kíváncsi. A mesének akkor van itt az ideje, amikor a gyerek már a világra kíváncsi, és önmagával, saját testhatáraival tisztában van. Tehát én azt gondolom, hogy 3-4 éves kortól lehet igazán már olyan rendes népmeséket mesélni, amit igazán mesének nevezünk. Ön most itt elsősorban óvodapedagógusoknak tart egy előadást. Milyen a jó mese? Akkor most célozzuk meg ezt a korosztályt a 3-6 éves korosztályban. Ezek a mesék még rövidek, mondjuk már 5 éves kortól lehet nagy klasszikus tündérmeséket, varázsmeséket is mesélni, de amikor a kisgyermek még ismerkedik a világgal, akkor a nagy népmesekincsből akkor járunk el a legjobban, a gyereknek legjobban, hogyha láncmeséket, csali meséket, formula meséket mesélünk neki, állatos meséket, nem állatmeséket, mert annak később jön el az ideje, hanem rövid, apró meséket állatokról, és mesét saját magáról. Minden gyermek igényli azt, hogy történetet halljon arról, hogy ő kicsoda ebben a világban. És a szülő ilyenkor a legszabadabb, hiszen nem kell olyan nagy dolgot csinálnia, csak elmeséli a gyereknek, hogy aznap mi történt vele, kikkel találkoztak, kikkel beszélgettek. És a gyerek megtanul önmagáról gondolkodni, reflexívvé válik a világra, és ezzel nagyon-nagyon-nagyon szépen előkészítjük őt arra, hogy majd az iskolában jól haladjon a saját dolgaival is. Milyen lélektani hatásai vannak a meséknek, a meseolvasásnak, akár a mesemondásnak? Az elsőrendű lélektani hatása az, hogy mindjárt fölfrissül a lélek, ezt nem tudom másképp mondani. Tehát ha mesét hallgatunk, akkor először is biztos, hogy hatalmas nyugalom áraszt el bennünket. Ez egy érdekes dolog, mert egyszerre nyugalom, egyszerre valami szellemi izgalom mindazok iránt, amit hallunk. De amikor az ember mesét hallgat, akkor biztos, hogy megszűnik benne minden félelem, szorongás, nyugtalanság, belső béke költözik az emberbe, könnyebbnek érzi az életét, könnyebbnek érzi a testét, könnyebbnek érzi a mindennapjait. Tehát nagyon-nagyon sok olyan feszültségoldó hatása van, ami megtisztítja az utat azelőtt, hogy az ember cselekvőképes legyen. A mese tulajdonképpen egy ősi, egyetemes, minden kultúrára jellemző rituális jelenség is. Társadalmunkban hova vezethetők vissza a népmese, a magyar népmese gyökerei? Gyakorlatilag az egész emberiséget tekintve tudjuk visszavezetni az legősibb technikákhoz, ahhoz, ahogy az ember először elkezdett gondolkodni a világról, abban benne volt a dal, a tánc, benne voltak a mítoszok, ahogy megfogalmazta saját magát, tehát nem tudom mondani, hogy a magyar kultúrám, ahova vezethető vissza, ezt én egészen az egyetemes emberi történet szempontjából tudom elmondani, hogy gyakorlatilag a mese egy idős az emberiséggel. Úgyhogy nagyon régi dologról van szó. Ön a meseterápia egyik jeles képviselője. Min alapul a meseterápia, melyek a módszerei?
Hát ez gyakorlatilag nagyon hosszú lenne, hogyha ezt most én mind végig tudnám mondani, hogy mi is alapul. Talán mondok egy nagyon egyszerű dolgot, amivel a legkönnyebben meg lehet érteni. Minden mese valamilyen feszültséget, valamilyen problémát rendez a történet folyamán. Tehát a terápiás hatása a mesének elsősorban az, hogy rendet tesz az ember életében, rendezi az ember saját magához való viszonyát, és képes rendezni az ember külvilághoz való viszonyát, hiszen terápiában az jön, akinek ezekkel vannak problémái. És ha a megfelelő mesével dolgozunk, azzal, ami az ő problémáját dióhéjban, vagy nem annyira dióhéjban tárolja, akkor nagyon sok információt kap arra nézve, hogy ő hogyan tudna javítani az életminőségén. Tehát gyakorlatilag egy életminőségjavító terápiáról beszélünk elsősorban. Úgy gondolom, hogy a meseterápia egyik alapja a jó mesemondás, meseolvasás lehet. Mi a titka, mi a kulcsa a jó mesemondásnak? Van egyáltalán rossz mesemondás? Igen, hát rossz mesemondás van, hallottam már épp eleget. A jó mesemondás titka elsősorban a jelenlét, tehát az, aki mesét mond, annak 100%-osan vagy még annál is jobban jelen kell lenni az adott pillanatban. A mesét fejből kell mesélni, és teljesen, és egy mesemondónak is egyszerre sok felé kell kapcsolódni. Kapcsolódni kell ahhoz a forráshoz, ahonnan a mesét lehozza, a világ összes mesemondójához, az előtte való mesemondóhoz, az utána jövő mesemondóhoz, és természetesen ugyanekkor még kapcsolódnia kell ahhoz a rengeteg emberhez, akinek mesél, vagy ahhoz az egyhez, akinek mesél. Tehát a mesemondó, a mesemondás aktusában a kapcsolódás mintapéldája is egyben. Kiknek ajánlott a meseterápia? A meseterápiát eredetileg felnőtteknek dolgoztam ki, tehát én felnőttekkel használtam elsősorban, és aztán látszódott, hogy a módszernek vannak olyan lehetőségei, hogy a gyerekeknek is nagyon jól hasznosítható. Amiért én felnőttekkel kezdtem, annak az az oka, hogy a mese évszázadokon keresztül a felnőttek műfaja volt, tehát nem a gyerekeknek meséltek a mesemondók, hanem felnőtteknek, és én úgy láttam, hogy a felnőttek életét tudjuk nagyon jól rendezni, ha visszaadunk egy olyan hiányzó műfajt, mint a mese, mert hogy a mese elvesztése az gyakorlatilag mentális romláshoz is vezetett az emberiség történetében. De mivel nem csak felnőtteknek lehet használni, ezért van a meseterápiának olyan alkotófejlesztő meseterápiás ágazata, amely a gyerekek számára is biztonságos kapaszkodós és fogódzót nyújt. Én ma itt erről fogok beszélni.